Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató vonalban. Jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm hallgatókat! Na, merre indult ma budapesti piac? Hát egy pluszba vagyunk, 0,9%-os pluszba vagyunk. A forgalom az nagyon lanyha, tehát 600 millió forintot még nem ért el, de legalább pluszba vagyunk. Hát ez a nemzetközi hangulattal párhuzamos, tehát tegnap az Egyesült Államokban azért jelentősen emelkedtek az indexek, illetve most a futures-ok is feljebb vannak körülbelül 0,5%-kal, tehát alapvetően pozitív a hangulat. Európai piacok is kisebb, nagyon mértékben pluszban vannak. Tehát úgy néz ki, hogy egy kicsit a hétvégére itt egy pozitív tartományba tudunk mozogni, egy kicsit megnyugodtak a piacok. Akkor egy ilyen enyhe korrekciós, meg rotációs hét volt akkor ezek szerint ez? Így van, egy kicsit talán megnyugodtak a dolgok, tehát főleg, hogyha ezt kitartod az a mai emelkedés, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy hétvégére talán nyugodtan tudunk ráfordulni. Ez azt jelenti, hogy akkor már a kis recessziót, meg még néhány hónap kamatemelést beárazott a piac, és most már ez az alaphelyzet, ez épült be, és az ezzel kapcsolatos várakozások változása mozgathatja? Hát elég sokat estünk már, tehát mi is, a nemzetközi piacok is. Most egyőre szerintem mindenki kivel azt látják, hogy egyrészt úgy elindult a kamatemelési hullám a jegybankok részéről, de másik oldalról meg már ugye, ahogy te is említetted, már vannak recessziós félelmek, tehát itt nehéz eldönteni. Tehát mondjuk az LKB egy kicsit lassabb hajó, meg ő mindig egy kicsit le van maradva, mire ő elindul a kamatemelésre, már lehet, hogy kamatcsökkentést kell csinálni, mert a recessziós félelmek inkább felőrösödnek, tehát szerintem egyébként erre is járt az egy kicsit az LKB, tehát ő nem akart kapkodni, azt mondta, hogy jó, látjuk az inflációt, meg sok mindent látunk, de azt is látjuk, hogy ha ez így folytatódik, akkor recesszió felé haladunk, és nem biztos, hogy egy mostani kamatemelést mondjuk egy fél év múlva, év múlva akkor erodálni kellene, tehát szerintem erre is játszott. Amerikában ugye sokkal gyorsabban reagáltak rá, de ott is most már van egy félelem, nyilván a politikában is begyűrűzött ez, tehát ott is ugye a két nagy ellentét van, ugye egyrészt a recessziós félelmek, másrészt az inflációs félelmek, hogy éppen melyik ellen küzdjenek, tehát most ezt látjuk, az alapanyagárakban azért már megfigyelhető, hogy az olajára elég jelentősen majdnem 10%-kal gyengült a héten, tehát most már ilyen 104 dollár, 109 dollár körül van, attól függ, hogy mondjuk a Brent a 109, de ugyanak ilyen 123-125 körül volt a teteje. Nyilván ez belejátszik sok minden, egyrészt van egy háborús félelem, van egy láncoknak a megszakadása, másrészt meg van egy visszaeséstől való félelem is, illetve hát az infláció valószínűleg nagyobb mértékben növekszik, mint a jövedelmek, effektíve úgymond a kereslet is csökken, szerintem ezáltal, vagy csökkenhet. Uh-huh. Oké. Forint tegnap megint megprintelt a 400-at, most éppen hol tart? Hát nem, itt nem számolhatok be jó hírekről, 401 forint, 30 fillért kell adni most egy euróért, nem igazán tud erősödni, legalábbis ugye volt a héten 395 alatt és 394 alatt is talán, aztán tegnap már közelített a 400-at, már átléptük. Nyilván itt a különböző politikai megszólalások se segítették az árfolyamot, ugye tegnap Orbán Balázs azt nyilatkozott. Egyik ugye az volt, hogy mindenképpen meg akarjuk szerezni az EU-s támogatásokat, mindent megteszünk ennek érdekében. Ez tegnap volt egy ilyen félmondat, hogy azért arra is felkészülünk, hogy mi van, hogyha nem. Szerintem ezért lépte át a 400 forintot most az euró árfolyama. Meglátjuk, de egyelőre 400, még nem vagyunk úgy csúcson, de közelítjük. Uh-huh. Oké. Okay. Zsolt, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát a mai nap, jó hétvégét. Sziasztok! Szia! Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgatóval beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor.